Ökopolis Alapítvány beszélgetésén. A ma esti témánk a választási rendszer. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Azért szerveztük meg ezt a beszélgetést, mert ugye ebben az évben elég sok minden történik a politikában, nagyon aktív a parlament. Éjszakában nyúlóan, hajnalban nyúlóan, másnapi napi rendet is felülírva vitatkoznak a képviselők, de ebből nagyon kevés jön át a médián, az élő közvetítésekben ebből nagyon kevés látszik, hallatszik, és azt szerettük volna, hogyha a fontosabb témákat meg tudjuk jelenteni, egy kicsit ilyen kávéházi környezetben könnyedebben tudunk beszélgetni azokról a témákról, amik egyrészt meghatározzák a következő évek Magyarországát, másrészt meghatározzák a mi életünket is, akár közvetetten, akár közvetlenül. Ezért választottuk ezt a témát, mert ez most a egyik legaktuálisabb téma, és pénteken lesz a zárószavazás, amikor is a parlament feltehetően elfogadja az új választójogi törvényt, és kialakítja az új választási rendszer körvonalait. Hogy ez hogy fog kinézni, az igazából most sem látszik teljesen pontosan. Ma is, majd ma éjszaka, vagy ma este lesz a szavazás a módosító indítványokról, tehát folyamatosan változik a helyzet. Erről mindjárt fogunk hallani, ha jól tudom, akkor Karácsony Gergő fogja kezdeni egy közvetlen parlamenti bevezetővel, hogy mi is történt legfrissebben az országgyűlésben. Elnézést kérek a csúszásért, itt a karácsony, ez mindig egy nagyon jó alkalom, hogy rá tudjuk fogni a forgalomra, hogy miért csúsztunk. Az történt, hogy a hangtechnikus kollégánk sajnos elkésett, és ezért álltunk föl ilyen későn. Nagyon kellemetlen, elnézéseket kérjük ezért, reméljük többet nem fordul elő. Úgyhogy nem is húznám a szót, és átadnám a mikrofont Rábai Balázsnak, aki moderálni fogja az estet, és bemutatja a vendégeinket. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Még mielőtt bemutatnám a vendégeket, hadd mondjam el nagyjából a forgatókönyvet, ahogy kinézne a következő egy-másfél órá. Először mi itt az asztalnál beszélgetnénk a legfontosabb dolgokról, már ami a választójogi törvényjavaslatot illeti, és azt követően persze számítunk kérdéseikre, észrevételeikre, és aztán a vendégeink természetesen válaszolnak, vagy reagálnak azokra is. Tehát akik az asztalnál ülnek, és segítenek bennünket a választójogi rendszerrel, illetve a választójogi törvényjavaslattal kapcsolatban a tájékozódásban, Kumin Ferenc a Századvégtől, Karácsony Gergely az LMP országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettes, és László Róbert a Political Capitaltől. Tehát valóban én azt javaslom, hogy ha már szerencsénk van, hogy parlamentből érkezett egyik vendégünk, akkor mondjuk el azokat az újabb módosításokat, amelyek napirendre kerültek, napirenden vannak, sőt, talán ezekben a percekben szavaznak azokról részben. Tehát melyek azok a változások, amelyeket érdemes szóba hozni? És aztán a részletekről persze utána még tudunk beszélni. Köszönöm szépen a szót, köszönöm, hogy megszerveztétek ezt a beszélgetést, köszönöm a meghívást is. Valójában én azon gondolkodtam, hogy most milyen minőségemben vegyek részt a beszélgetésen, mert itt ilyen tanult politológus kollégák társaságában hajlamos vagyok politológussá válni. Ennek szerintem nincs akadálya, és nem baj, ha így történik. És ráadásul, hogyha azt kérdezitek tőlem, hogy akkor mi készül a parlament boszorkány konyhájában, akkor éppen úgy nem tudom, mint ahogy ti nem tudjátok, hogy mi fog ebből kijönni, hiszen mondjuk az LMP frakció bár rendkívül felkészült és lelkes, de azért eddig viszonylag ritkán tudta eltántorítani szándékaitól a kormány többséget. De azért mondtam a Schiffernek, amikor eljöttem, hogy ha esetleg visszavonják az egészet, akkor küldjön egy SMS, mert akkor inkább valami másról beszélgethetünk. Ez nem biztos, hogy be fog következni. Ugye az eredeti törvényjavaslatról is érdemes beszélni. Amiről most szavaz a ház, azok a módosító indítványok, amiket részben benyújtott az ellenzéki pártok, illetve hát ami talán nagyobb izgalmat kiválthat így a beszélgetés során, hiszen az ellenzéki módosítók sorsa az viszonylag nagy biztonsággal a megjósolható. De a kormánypárti javaslatok között van olyan, ami egy picit változtat a törvényen. Az egyik az, hogy van egy olyan módosító indítvány, ami az ajánló cédulák számát egy picit csökkentené az eredeti javaslathoz képest. Ez tulajdonképpen azt eredményezné, hogy a jelenlegi rendszerhez képest lenne egy pici könnyítés a jelölt állításban. Illetve ami még megtörténik ebben a módosító javaslat csomagban, aminek nagy valószínűséggel lesz támogatottsága, az pedig az, hogy még egy kicsit átrajzolják a választási térképeket. Majd erről nyilván fogunk beszélgetni, mert azt gondolom, hogy itt van
a kutyállás ebben a történetben. Tehát ami igazából ennek a választási rendszernek a legproblematikusabb eleme az én véleményem szerint az a választókerületi határoknak a meghúzása. És itt ez a módosított csomag még tulajdonképpen már rátesz egy lapáttal. Olyan sok lapáttal nem lehet már rátenni, mert akkor összedőlne, de annyit, amennyit még lehet, még így fölpupusztak rá a nem tudom miből. Tehát most különböző képek ugrottak a fejembe. De ez azt jelenti, hogy a határok módosítása az még az LMP számára még inkább olyanná teszi a rendszert, amely kevésbé elfogadható, tehát még inkább aránytalanná teszi? Vagy igen. Ezen finomítottak? Nem, hát finomítottak abban az értelemben, hogy még találtak két eldugott mandátumot, én ezt így tudnám megfogalmazni. Nem tudtam ezeket még pontosan végig számolni, de például mondjuk az Alamegyét, aki ismeri, az tudja, hogy mit jelent az, amikor a nagykanizsai környezet az még nagyobb lesz, és az alagerszegi még kisebb. Ugye a választókerületek kijelölésének az egyik ilyen fő trükkje, amit én rendkívül erősen kifogásolok ebben a javaslatban, hogy nyilvánvalóan nem valami fajta véletlen miatt, de azt lehet látni, hogy egy választókerület annál kisebb, minél nagyobb volt ott a Fidesz korábbi szavazataránya, és annál nagyobb, minél többen szavaztak ott az MSZP-re korábban, vagy az ellenzéki pártokra 2010-ben. Ami nyilván arról szól, hogy megpróbálták úgy meghatározni a választókerületeket, hogy maga a választókerületi rendszer, tehát a rendszer, a vegyes rendszer megmarad, az egyéni szavazatok súlya azonban nő, és az egyéni rendszer összességében úgy van kialakítva, hogy ez egy régi technika, ez a gerrymanderingnek a technikája, ami egyébként sajnos minden választási rendszert megkísért, hogy itt ilyen kreatív módon az éppen a többségben lévők maguk számára előnyös módon rajzolják meg a körzeteket. Legjobb úgy lehet ezt ábrázolni, hogy Szlovákiában volt egy önkormányzati választási reform szándék, ami Szlovákiát ilyen észak-dél irányú csíkokra akarta felosztani. Most lehet tudni, hogy a magyaroknak hány mandátuma lett volna ebben a rendszerben, egy se, mert hogyha így húzták volna meg, akkor mondjuk sokkal nagyobb arányban lehetett volna olyan körzet, ahol a magyarok többségben vannak. Tehát ez nagyjából ez egy ilyen klasszikus példa, ahol a legjobban ezt talán el lehet magyarázni. Nyilván itt sokkal nehezebb, sokkal nagyobb kreativitás feltételezett, és valóban a javaslat betart bizonyos nemzetközi sztenderdeket, nem azokat, amikre hivatkozik, azokat egyébként nem tartja be, mert a Velencei Bizottságra hivatkoznak, aminél sokkal szigorúbban kötné meg a térképrajzolók kezét, leginkább azzal, hogy kivenni a kezükből a ceruzát, és átadná egy független bizottságnak, ami a mi javaslatunkban is szerepel. Tehát igazából a módosítás ebből a szempontból szerintem ront a helyzeten. Az ajánlási cédulák, az ajánlás rendszerek kapcsolatosan azt gondolom, hogy ez üdvözlendő, hogy ez csökken, ugyanakkor, és ez csak úgy lábjegyzett, tehát nem ez az érdemi része, de ez is a Fidesznek kedvező, mert valójában a Fidesznek annál jobb, minél több jelölt indul, ezt elősegíti ez a javaslat. És még egy dolog van, amiben nem tudom, hogy végülis mi lesz, az a Kövér Lászlóféle módosító javaslat, ami tulajdonképpen határon túli választójoggal kapcsolatosan egy másik koncepciót próbál visszahozni a rendszerbe. És hát lehetett hallani részben parlamenti folyosói plegykákból, meg hát a sajtó is megírta, hogy a határon túli magyarok választójoga kapcsán volt egy nagy vita a Fidesz, vagy hát a Fidesz-KDNP szövetségen belül, és a Kövér László volt az, aki a passzív választójogot is megadta volna a határon túli magyaroknak, tehát hogy a jelöltet is ők tudták volna állítani, és nem magyarországi listákra szavaztak volna, hanem a saját jelöltjeikre is. A Kövér Lászlónak van egy ilyen javaslata, amiről most fog valamikor a ház szavazni, ez egy érdekes dolog. Szerintem ez egy jobb megoldás, mint az, hogy magyarországi pártokra szavaznak. Bár önmagában, ha ez a módosítás úgy megy át, hogy közben megmarad a másik szavazati joga is a határon túli magyaroknak, akkor praktikusan az fog bekövetkezni, hogy a határon túli magyarok szavazata az többet ér, mint a határon innénéké, és ez szerintem politikailag hát legalábbis támadható dolog. Tehát ezekben várható módosítás. Tehát olyan típusú módosítások voltak még, hogy mondjuk semmilyen Zsolt szerette volna kilobbizni, hogy a Báskeskü megyei, nem tudom, hagyas körzet központja, az Kalocsa legyen és ne Kiskáta. Tehát ilyen típusú rendkívül elsőbbre erő javaslatok voltak még. Ezeknek nem tudom pontosan, mi lesz a sorsa, nem hiszem, hogy ezen fog múlni a dolog. Úgyhogy a módosítók kapcsán én már letettem a névjegyemet azzal kapcsolatosan, hogy nagyon sok részlete van ennek a törvénymódosításnak, amivel én szimplán nem értek egyet. Vagy ami azt gondolom, hogy nem helyes, tehát én másfajta demokrácia modellben gondolkodok. Van egy része olyan, amiről azt gondolom, hogy az előrelépés, ezeket szívesen elmondom, tehát nem gondolom, hogy egy fekete-fehér a kép. Viszont a választókerületi határok kijelölése az egy sunyi politikai szándék, ami alkalmas arra, hogy meghekkelje a választási rendszert, és alkalmas arra, hogy egy olyan helyzetet alakítson ki, hogyha a Fidesz
csak néhány százalékkal veszíti el a következő parlamenti választást, és egyébként a Fidesz általában néhány százalékkal el szokta veszteni a választásokat, tehát hogyha visszanézünk a 98-2002-2006-ban nagyjából ez történt, az első fordulós listás eredményeket, akkor bizony továbbra is hatalmon marad. Ami túl azon, hogy én nem szeretném, hogy a Fidesz hatalmon marad, hogy ez egy kisebb probléma. Jó. De az, hogy a választók többségének akarata ellenére marad egy bármelyik párt hatalmon, az szerintem az a nagyjából a parlamentáris demokráciának a vége. És nem szeretném, vagy hogy mondjam, most képzeljük azt a helyzetet, hogy a Fidesz mondjuk kap 40%-ot, mondjuk az LMP kap 42-t, vagy bármelyik másik, és Orbán Viktor marad a miniszterelnök. Akkor mit fognak ezek az emberek érezni ebben az országban? És ez ebben a rendszerben benne van, ezt egyszerűen választási matematikából ki lehet következtetni. Ha már Gergő az előrelépést említette, és szívesen beszélne erről is, beszéljünk akkor erről, de adjuk meg a szót először a többi vendégünknek, akár Kumin Ferenc adnám át a szót, akkor beszéljünk arról, hogy szerinted mi jelent előrelépést a mostani elképzelések között? Jó estét kívánok! A legnyilvánvalóbb előrelépés az, amit én köztünk szóval nem tartok feltétlenül egy akkora nagy előrelépésnek, de politikai értelemben mindenképpen az, amiért az egészet csinálta a kormányzó pártszövetség, ez pedig a parlamenti létszám csökkentése. Tehát ez egy olyan politikai bombon, amit évek óta már sokan szerettek volna elrákcsálni és élvezni az édes ízét, de hát mindenféle politikai akadályokba ez beleütközött. Hogyha az ember politikáról beszélgetett egyébként nem feltétlenül annyira tájékozott választókkal, vagy bárkivel, aki érdeklődött, akkor ez előjött. Ez lesz az én bevonuló zeném, azt hiszem, pedig én a Száják is madarat kértem, de nem baj. Nem késik el senki se onnan. Oké. Nem tudom még, hogy mit akar az LMP üzenni nekem a körhintával, de van rá 2 órám, hogy megfejtsem. Ez egy erős szimbólum ez a körhinta. Tehát itt van ez a létszámcsökkentés. Mindenki, aki valamennyire politizált, de nem feltétlenül olyan nagy alapossággal és mélységgel, annak ez egy régi követelés. Miért vannak annyian ott, alszanak csak? Amióta én politikával foglalkozom, állandóan ezt hallom, a legkülönbözőbb forrásokon keresztül. Ez gyakorlatilag politikai oldalfüggő és ideológia független egész pontosan ez a követelés. Tehát az, aki ezt meg tudta csinálni, végül is az egyfajta babért ezzel learadhatott. De azzal kezdted, hogy ez igazából nem nagy előrelépés. Én személy szerint annyira nem hiszek abban, hogy ezzel olyan nagyon javítunk akár a rendszer költséghatékonyságán, akár a bármiféle működési hatékonyságán, de elismerem azt, hogy ez egy létező politikai igény, erre egy nagyon jelentős politikai kereslet volt, és racionális politikus, hogyha lehetősége van rá, akkor végül is jól teszi, hogyha ebbe az utcába belemegy. Ez most ugye tekintettel arra, hogy a szükséges többség most először állt össze, ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, eljött az ideje, nem is hiszem, hogy nagyon maradt volna lehetősége a mostani kormányodnak, hogy ezt ne csinálja meg. Ezt akkor az ügyes ellenzék, hát lehet, hogy nem pont az LMP, de más ellenzéki pártok biztos, hogy a számlájukra írták volna előbb vagy utóbb, hogy megvan a kétharmada, de mégsem csökkenti a parlament létszámát, pedig mióta akarják már a magyar választók, hogy kisebb legyen a Magyarországgyűlés. Úgyhogy ezért kezdődött el az egész dolog, és tulajdonképpen amit fontos azért leszögeznünk, és szerintem ebbe egyet fogunk érteni, hogy egy kisebb létszámú, majdnem fele akkorára visszahúzott létszámú parlament, ez egy új választási rendszert kellett csinálni. Nincsen olyan módszer, amivel egyszerűen csak minden számot a felére visszaveszünk, és így analóg módon lehet a régi választási rendszer helyébe egy új választási rendszert tenni. Tehát ez egyszerűen magával hozta azt, hogy egyes részeit át kellett alakítani a választási rendszernek, és azt is gondolom, hogy ez az átalakítás maga ez egy meglehetősen konzervatív átalakítás volt. Hát a világ választási rendszereit összehasonlító politológiai irodalom az számtalan egzotikus és újszerű megoldást kínál. Magyarországon is voltak szószólói ezeknek az újszerű megoldásoknak. Most ehhez képest azért ez egy elég konzervatív változtatás volt abban a tekintetben, hogy az alapfilozófiáját megőrizte, nevezetesen a vegyes választási rendszert. És hát túl ezen még egyéb megoldásait, például a jelölésrendszerét, ugye, amivel a Gergőjék elég kritikusak, azt is megőrizte. Tehát nagyon sok mindent megőrzött a régi rendszerből.
Ha viszont a létszámhoz nyúlunk, óhatatlanul kellett a választási körzetekhez nyúlni, újra kellett rajzolni a választási körzetet. Abban a pillanatban, amikor ez eldőlt és kimondatott, én tudtam, hogy ebből hatalmas hiszti lesz. Tehát ezt egyszerűen nem lehet anélkül megúszni. Biztosan lehet másképp csinálni, de én nem nagyon tudom elképzelni, lehet más a választási rendszer csinálás, de én elég nehezen tudok őszintén, és tényleg nem cinikusan mondom, nem tudok elképzelni egy olyan választási kerület rajzolást, egy olyan végeredményt, ami után senki nem fog nekiállni hisztizni. László Róbert, tehát a kérdés nagyjából ugyanez, mit jelent előrelépést a mostani törvényjavaslatban? Én is jó estét kívánok mindenkinek, megköszönöm szépen a meghívást. Hogy hiszti, van egy választókereti térképrajzolás után? Hát valószínűleg van, mert valószínűleg mindig érdekeket sér, de azért elég objektív tényezők alapján lehet olyan választókereti térképet csinálni, amire azt mondjuk, hogy megnézzük a 98-as, 2002-es, 6-os, 10-es eredményeket, és ha azt látjuk, hogy a végeredményeket alapvetően nem változtatja meg, legfeljebb egy-két mandátum csúszik át ide vagy oda, akkor azért nehéz belekötni. Most viszont látjuk, hogy a jelen választókereti térképben, ami legalábbis a parlament előtt van, bárhogy is nézzük, bárhogy is hisztizünk, azt látjuk, hogy a 2002-es és a 6-os eredmények alapján legalábbis az akkor MSZP-SZDSZ többség nem tudott volna a kormány többséghez jutni, és csodálkoznék, hogyha ez a véletlen műve volna. A választókereti térkép aránytalansága az kétségkívül a legnagyobb, az egyes számú probléma volt a régi választási rendszerrel. De hogyha az a kérdés, hogy miért kell egyáltalán új választási rendszert csinálni, akkor én arra mindig azt szoktam válaszolni, hogy nem kell. Nincs rá se közjogi kényszer, se semmi nem indokolja azt, hogy egy vadonatúj gyökereiben új választási rendszert csináljunk. Viszont vannak állagmegóvási intézkedések, amelyeket az elmúlt 20 évben meg kellett volna csinálni, és nem tették meg. És ennek ez a legnagyobb probléma ezek közül, hogy most a többiben nem menjek bele, az a választókerületi térkép volt. Tehát nem azért kell hozzányúlni a választókerületi térképhez, mert létszámot csökkentünk. Hogyha 386 képviselő maradna, és megmaradna 176 egyéni választókerület, akkor is hozzá kellene nyúlni, és már hozzá kellett volna nyúlni 5-8 évvel ezelőtt. Nem megyek bele a különböző alkotmánybírósági határozatokba, 2005-ben volt az első, aztán 2010-ben részben a Political Capital beadványának eredményeképpen meg is semmisítették a választókerületi térképet, és ami ennél is fontosabb, azt is megsemmisítették azt a úgynevezett felhatalmazási klauzulát, de megérem, hogy nem mondok ilyen szavakat a jövőben, ami a kormány kezébe utalta a térkép rajzolás jogát, és világossá tették, hogy ezt kormányrendeletben nem lehet szabályozni, ehhez törvény kell. Tehát ezt a problémát mindenképpen meg kellett volna már oldani korábban, és ezt nem a parlament létszámának csökkentése az, ami ezt kikényszerítette. Hogyha mégis az a kérdés, mi az, ami előremutató ebben a választási reformjavaslatban, akkor hát én nem sokat találok benne. A területi listáknak a kiiktatása az már nagyon-nagyon időszerű volt, azok mindig diszfunkcionálisan működtek, de csodálkoznék, hogyha bárki lázba hozna ez a téma, hogy most akkor területi listákra szavazunk-e, vagy országos listára. A választókerület ügyében elég komoly elvárásaink voltak azzal kapcsolatban, hogy mi kerül be a törvénybe, mert eddig semmilyen iránymutatás nem volt azzal kapcsolatban, hogy mikor, milyen időközönként, milyen felhatalmazással, milyen elvek mentén lehet választókerületi térképet rajzolni. És tény és valahogy a legfontosabb garanciák, azok bekerültek, de még így is óriási a mozgástere a mindenkori parlamenti többségnek azon a téren, hogy hogyan alakítsák ki a kerületi határokat. De nagyon fontos, hogy bekerült az, hogy választókerületet csak összefüggő területen lehet kialakítani. Tehát ez elég nevetséges, hogy nem volt benne a régi választójogi törvényben. Tehát akár az is lehetséges lett volna, hogy ilyen foltszerűen kialakítunk választókerületeket. Ez most már nem lesz lehetséges. Benne van az a korlátozás, hogy 15%-nál nagyobb eltérés nem lehet az átlaghoz képest. Már Gergő utalt rá, hogy ez nem olyan szigorú
kritérium, mint amit a Velencei Bizottság előírt volna. Ők azt mondták, hogy plusz-minusz 10%, és ez a 15% csak nagyon-nagyon indokolt esetben fordulhat elő, mondjuk, hogyha egy sziget van valahol, ami túllépi ezt a 10%-os különbséget. Nálunk 15% lett a limit, tehát meghagyta magának a Fidesz-KDNP, hogy egy kicsivel nagyobb legyen a mozgástere, de azt azért tegyük hozzá, hogy ha 106 egyéni választókerületbe gondolkodunk, ráadásul úgy, hogy a megyék határát nem léphetik át, akkor valóban nagyon nehéz úgy kialakítani a kerületi térképeket, hogy 10%-on belül maradjanak. A Hazai és Haladás Alapítvány csinált is még 110 kerületre egy választókerületi térképet, és nem sikerült ezeket az elveket tiszteletbe tartva minden egyes választókerületnél 10% alatt maradni. Tehát ez valóban egy nagyon, nagyon nehéz kritérium. Persze, hogyha jóval több egyéni választókerületünk lenne, akkor már sokkal könnyebben betartható volna. De valamiért beleragadtunk ebbe a Juhász Attila által kisebb parlamentezésnek nevezett rettentő alacsony színvonalú vitába, ami az elmúlt 10 évben a választási vitát helyettesítette, mert igazából nem volt érdemi választási vita az elmúlt 10 évben, csak arról szóltak az elég alacsony színvonalú diskurzus ezzel kapcsolatban, hogy ki tud kisebb számot mondani. Így lett a 200 fő a mantra, aztán az MSZP előállt egy 199 fős javaslattal, ami tényleg csak azért volt 199, hogy egyel kisebb számot mondjanak. Aztán, amikor a Fidesz 2010 belőtt a TPR 18-assal, akkor az már tényleg elég vicces volt, hogy 198 főre kalibrálták azt a rendszert. Most úgy néz ki, hogy mégis óriási engedmény van, és 199 fős lesz a parlament, hát ezzel tényleg a legfontosabb problémát oldottuk meg. Azt hiszem, hogy a körzethatárokról még sokszor beszélünk, de Gergő is azt mondta, hogy az előrelépéstől is szívesen beszél, ha tud. De aztán szerintem érdemes azt is tisztáznunk, és ebben Gergő, te is otthon vagy valamennyire, hogy milyen ismérve van annak, hogy kell kialakítani egy választókerületet egyébként, vagy milyenek a nemzetközi tapasztalatok, kinek? Ha nem politikusnak, akkor kinek? De először talán előrelépés. Én úgy emlékszem, hogy ez a kisebb parlamentezést, ezt én írtam le elsőnek egyébként néhány évvel ezelőtt, de nem fogok ebben kardra menni az Attilával. Hát nyilván ez egy jogos társadalmi elvárás volt, hogy kevesebb politikus legyen a parlamentben. Én ezt valóban a képviselet minősége szempontjából ez olyan sokat nem jelent, de az egész politika legitimitása szempontjából szerintem ez egy hasznos dolog. Tehát tényleg a magyar parlament nemzetközi hasonlításban, hogyha ilyen finomabb mutatókat nézünk, akkor tényleg a világ legnagyobb parlamentje volt. Most tulajdonképpen lecsúszik a szint arra a szintre, ami nemzetközi összehasonlításban többé-kevésbé arányos. Más dolog, hogy egy vegyes rendszert üzemeltetni ebben a maximum 200 fős keretben nem lehet olyan nagyon jól, de még tulajdonképpen ebbe beleférnénk. Az LMP javaslata például az 245 fős parlamentet indítványozott, mert úgy számoltuk, hogy úgy lehet rendesen választókerületi határokat csinálni, hogyha 135 egyéni körzet van, de ez viszonylag nincs olyan jelentőség. Ami egy előrelépés, nagyon fontos, és én is mielőtt politikus lettem, már akkor is sokat írtam erről, ezek a választókerületi korábbi egyenlőtlenségek, akkor egy másfajta egyenlőtlenség volt, tehát ugye háromszoros különbség volt a legkisebb és a legnagyobb választókerület népesség aránya között, és ez olyan durva megsértés az egyenlő választójog elvének, hogy egyszerűen ciki, hogy a magyar politika 20 év alatt ezt a problémát nem tudta megoldani, ezt megoldottuk. És van még egy dolog, amit én egy előrelépésnek gondolok, bár a praktikus hasznait még nem biztos, hogy közel jövőben látni fogjuk, ezek a kisebbségek kedvezményes parlamenti képviseletének a lehetősége. Ezzel kapcsolatosan a magyar politika szintén elígérkezett, tehát voltak olyan ígéretek, hogy ezt meg kell csinálni. Igazából itt egy kicsit jobban indokolható az, hogy ez eddig még nem történt meg, mert ez egy nagyon nehéz történet. Nem biztos, hogy ez a rendszer, ami ebben a javaslatban van, ez nagyon jól fog működni, de mondjuk ez a része, ez számunkra is abszolút mértékben elfogadható és támogatható. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye most itt beszélgetünk, és Kérdezhetek egyet, hogy az nem előre lépés szerinted, mert egy kis pártnak az lehet, hogy vonzó fejlemény, hogy a listaállítás feltételei azok olyan irányba változtak, amik területi egyenlőtlenségeket a támogatottságban talán jobban tolerálnak. Akár egy LMP szempontból nem lehet. Bár biztos, hogy 2014-re már nem lesznek területi egyenlőtlenségek a támogatottságban, de csak is a jelen adatok ismeretében, mintha egy kicsit egyszerűbbnek tűnne most országos listát állítania egy,
egy ilyen jó bőrben lévő, de mégiscsak talán a kis párt az még nem sértés a ti esetetekben, egy kis parlamenti párt számára. Hát a kisebb a parlament is, mi is ilyen kisebbek leszünk. De előrelépés, ugye az a baj, hogy az ajánlási rendszerek kapcsolatosan az igazi probléma, tehát két típusú probléma volt. Az egyik az, hogy véleményem szerint, meg hát szerintem ezzel sokan egyetértenek, indokolatlanul magas jelöltállítási küszöb a Magyarországon, szerintem ez most csökken, de még mindig, én mindig magasnak érzem. Egyszerűen milyen indok alapján zárunk ki jelölteket, pártokat a választási küzdelemből, miközben nyilvánvalóan a választók majd eldöntik, hogy kire akarnak szavazni, kire nem. De ebben van egy előrelépés, hogy tényleg sokkal könnyebb ebben a rendszerben országos listát állítani. De a jelölési vagy az ajánlási rendszer másik aspektusából, a jobb bizonytalanság vagy a jogsértő voltából kapcsolatosan ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk, pontosabban nem tudjuk, hogy hol vagyunk, és ez egy nagyon fontos eljárásnak tűnő kérdés, de valójában ez az egész választási reform Sava Borsához közvetlenül is tartozik, hogy most tulajdonképpen a teljes választási szabályozásnak három fontos elemek közül egy módosul, és a másik kettő nem tudjuk, hogy hogyan fog módosulni. Arra gondolok, hogy igazából az, hogy konkrétan hogyan kell majd ajánló cédulát gyűjteni, mi lesz az ajánló cédulán, milyen személyiségi jogi biztonságok lesznek, hogyan lesz kizárva egy csomó visszaélési lehetőség, ami most hihetetlen mélytejezi a magyar demokráciát, ezt nem tudjuk, mert ez majd egy másik törvényben lesz benne. És csak úgy jelzem előre, hogy az igazi nagy disznóságot ott fogják megcsinálni, amikor behozzák az előzetes regisztrációt. Tehát most ugye olyan terveket lehet hallani, és hát ezt eddig ugye nem cáfolta senki, amikor háromszor kérdeztem a bizottságülésen Lázár Jánosnak, ami mindig azt mondta, majd az eljárási törvényben, az most még nincs napirenden. Tehát van egy olyan határozott terv, hogy ahhoz, hogy valaki megkapja az ajánló céduláját, vagy egyáltalán a választásra induljon, ahhoz a névjegyzékbe be kell kerülni. Jelenleg az van, egyébként Európában, Nagy-Britániát leszem, és mindenhol ez van, hogy mindenki automatikusan választói névjegyzékben van, akinek van magyarországi lakcíme. Ehelyett azt akarják csinálni, hogy előzetesen regisztrálni kell ahhoz, hogy valaki szavazni tudjon. Na most ez szerintem ez egy elképesztő nagy disznóság. Mert ennek milyen hátránya lenne, vagy milyen következményei lennének? Milyen előnye van? Egyrészt gondoljunk bele, miért az, hogy az ember állampolgári kötelesség, hogy elmenjen szavazni, de ehhez kétszer el kell menni. Először el kell menni az önkormányzathoz, be kell állni a sorba, és regisztrálni kell. Uh-huh. Nyilván azok a pártoknak előnye ez, akinek óriási adatbázisa van a saját szavazóiról, és egyenként fülön fog elviszi őket regisztrálni. Én nem fogom tudni ellenpés politikusként, vagy ha leszek még egyszer kampányfőnök, remélem nem, mert nem biztos, hogy túl fogom élni idegileg a következő kampány, de hát akkor nekem két kampányt kell csinálnom, és nem csak az van, hogy akkor el kell vinnem az embereket szavazni, hanem még előtte három héttel el kell mennek, hogy de figyelj, ahhoz, hogy három hét múlva szavazzál, ahhoz most még neked el kell menned regisztrálni. Tehát ez egy teljesen egyértelmű hatalmi játszma, és utána, csak hogy még adjak tippeket, mert ezt is hallottam már, akarják a kampány finanszírozásnak a kampánymenetet is szabályozni, amivel kapcsolatosan megint olyan kreatív ötletek merültek föl, hogy például csak óriás plakátokon lehet hirdetni. Most tudni kell, hogy a magyar óriás plakátpiac 50%-a a jobboldali oligarchák kezében van. Tehát ott az NMP nem annyira fog hirdetni, mint a Fidesz. És akkor még mondhatnám, ha mind ez most így itt lenne, és most szabadon van az országgyűlés, akkor legalább tudnánk, hogy mi van. De most nekem az a hipotézisem, mert az elmúlt másfél évben sajnos erre kondicionáltak a fideszes képviselőtársaim, hogy szépen adagolják a dolgokat. A média törvényen is 5 törvénykezési csomagban tolták végig, amit akartak. Most attól félek, hogy ez itt megint be fog következni. Tehát Ferinek válaszom, de előrelépés, hogy kevesebb cédula kell, viszont maga az ajánló cédula rendszer az olyan szinten rohadt, hogy ezt ki kéne dobni a kukába, vagy legalábbis nagyon radikálisan meg kéne változtatni, mert ez, ahogy a Majtin László mondta, véres a torka ennek a rendszernek. Tehát mi lehetne helyette, ha nem ajánló szelvény? Hát nekünk van egy ilyen unortodox javaslatunk, ami arról szól, ami úgy neveztük, hogy morális kaució. Tehát az, hogy valaki induljon a választáson, nem kell más tennie, mint a legszigorúbb átláthatósági kritériumnak alávetni magát, nagyjából olyan szinten, mint a megválasztott képviselő. Tehát vagyonbevallás, az ügynöklistákat nyissuk ki róla, mutassa be az életrajzát, és ha ezt mind megteszi, akkor elindult a választáson. De van egy csomó alternatív javaslat. Lehet például úgy szabályozni az ajánlási rendszert, hogy ne kelljen a lakásokon gyűjteni, hanem aláírások formájában. Lehet belevezetni a kauciót, ami arról szól, hogy valaki egy minimális összeget befizet és elindulhat. Szerintem még ez is jobb lenne, mint ami most van. Ráadásul ezt igazából ilyen álszent okokból szokták a politikusok leverni, hogy akkor majd a pénzes jelölt teket kiszűri. Hát könyörgöm, ahhoz valaki össze akar szedni ezért ajánló cédulát, annak annyi pénzek, nagyon sok pénzre szüksége. Tehát vannak erre megoldások, egy csomó nemzetközi példa van. A magyar példa az egy hungarikum, mert ennyi ajánlást
Ilyen jogsértő módon sehol a világon nem kell gyűjteni. Egyetlen egy országon, ahol több ajánlás kell egy egyéni jelölt elindításához, ez Dánia, csak ott éppen az van, hogy a parlamenti pártok jelöltjének tilos ajánlott cédulát gyűjteni. Nem csak, hogy nem kell, tilos. Tehát szabad a pálya, és a kis pártok, akik újonnan akarnak bekerülni, azok előtt nincsen az a feladvány, hogy ja, itt volt már a fideszes, úgyhogy ebben a faluban már ne is jöjjenek, mert már még a postás ki se vitte, már összegyűjtötték. Kumin Ferenc, ajánlószelvényekre szükség lehet? Én nekem is sok bajom van azzal, hogy az ember névvel, címmel a politikai preferenciát megvallja egy ilyen papíron, aztán utána elvileg van egy útja ezeknek a papíroknak, hogy meg kell szüntetni őket, de hát olyan nagyon nagy bizalma, persze okkal senkinek nincs abban, hogy ezek az adatok végképp eltűnnek a rendszerből, és soha semmilyen nyomot nem hagy az, hogy névvel, címmel mit csináltunk a politikai megvallott választásunkkal, vagy az, ami történik. Az a bajom, hogy az összes ilyen javaslat, ez a morális kaució is tök jó hangzik, meg szerintem így illik is hozzátok, de egészen pontosan annyi, tehát ez mit okozna, és próbálok tényleg nem rossz indulatú lenni, de olyan embereket, akik magukat nagyon komolyan veszik, de amúgy a politikában valószínűleg kevésbé komolyan veendők, azokat is behozna, és rá kerülnének a szavazó cédulára, ami így sem egy túlzottan egyszerű feladvány már annak a kezelése a szavazó fülkében. De most ez szerint a rendszer szerint, ami tulajdonképpen beengedi mindenkit, aki akar, és hát nem, nincs rajta, vagy nincsenek ilyen tiltást okozó körülményei, azért jó sok félőrültnek nincsenek. Jöhetnek az apekesek, navosok, bocsánat, meg nem is volt ügynök. Most ez egy ilyen félméteres szavazó cédulát eredményezne, én szerintem. Simán, én dolgoztam az elnöki hivatalban, és ott azokat a levelezéseket kezeltem, amit a köztársasági elnöknek küldtek. Most annyi bolond ember van Magyarországon, ezt teljes bátorság merem állítani, csak azok alapján, a levelek alapján, amiket mi kaptunk. Annyi ember tudja a megfejtést az ország összes problémájára, meg ezen kívül az energiaválságra, meg minden egyébre, hogy én tényleg nagyon félnék attól, hogy túlzottan szélesre tárjuk ki azt a kaput, ami beengedi a jelölteket. A kaució nyilván egy értelmes alternatíva, csak hiába álszent az az érvelés, amit mondasz, és lehet, hogy tényleg az. De szerintem egy legitimációs problémát okoz, mert az emberek azt gondolják, hogy ha valaki összegyűjti az ajánló cédulákat, akkor az egy politikailag felépített jelölt, ha valaki meg csak lerak egy adott összeget, az bárki lehet, az lehet a gazdag ember, akinek semmi másra nincs, csak pénze, támogatottsága meg nincs. Ez egyszerűen olyan egyszerű, egy elutasító történetet emögé, a javaslatotok mögé tenni szerintem, hogy ettől politikailag gyenge lábakon áll. De akkor mi lehet a megoldás? Az ajánlószelvények pedig túl sok visszaélésre adnak lehetőséget. Mindenféleképpen valamilyen ajánlás környéki megoldást keresnék, kizárva ezeket az adatvédelmi problémákat a rendszerből, tehát itt az olyan aláírásgyűjtés, ami, ahol valahogy kizárható, hogy az adat az megőrizhető, az nekem feltétlenül szimpatikusabb lenne, de hát azt is látom, hogy kizárásos alapon ez valószínűleg túlél ez a rendszer, és hát nyilván más okai is vannak, amiért túlél, de van ebben egy ilyen erős kizárásos alap is, hogy ha amit változtatni akarok, az nem tud elég szimpatikus lenni ahhoz, hogy megindokoljam a változtatást arra, akkor inkább maradok a réginél, mert azt kell a legkevésbé megindokolni, hogy miért maradtam a réginél. László Róbert? Nem más okai vannak, hanem más oka van. Mindenkori nagy pártoknak áll az érdekében az, hogy ajánló szervényt gyűjtsünk. Az MSZP meg a Fidesz jelöltjének soha nem okozott ez gondot az elmúlt 3-4 választáson. Ezt szokták is hirdetni eléggé fennhangon és Hangyányi cinikusan. Nem azért kell megreformálni a rendszert, mert a Fidesznek, hogy az MSZP-nek problémája lett volna összegyűjteni valaha az ajánlószelvényeket, hanem azért, mert közismerten rengeteg visszaélés van vele. Könnyű arra hivatkozni, hogy jobb a régit megtartani, mint valami bizonytalan újat bevezetni, de nyilvánvaló, hogy a fő motiváció az az adatgyűjtés és az ellenfeleknek a kiszorítása. És ez az, amiért nem fog változni a dolog, legalábbis belátható időn belül biztosan nem. Ami a kauciót illeti, hát a mi álláspontunk az ismert 2007 óta, azt mondjuk, hogy a kaució volna a legjobb megoldás az ajánlószelvények felváltására. Lehetne természetesen más megoldás is, az LMP által javasolt morális kaució, megmondom őszintén, először én jót mosolyogtam rajta, de amikor megnéztem a törvényjavaslatot, és végignéztem, hogy milyen szigorú kritériumoknak kell megfelelni, akkor úgy arra gondoltam, hogy hát ez viszont tényleg lehet, hogy nagyon erősen távol tartana nagyon sok jelöltet, olyanokat is, akik gond nélkül összeszedik az ajánlószelvényt, de hogyha ezeknek a feltételeknek kellene megfelelni, az életben nem lehetne belőlük jelölt.
Ami a kauciót illeti, azért volna jó, mert igazából én soha nem értettem azt, hogy miért kellene megszűrni a jelölteket. Tehát amikor azt mondják azt, hogy azt szokták mondani, hogy legyen valami társadalmi beágyazottsága, ne induljon el fűfa virág, de hát miért kéne ezt egy ilyen komoly személyiségi adatokhoz kötni, hogy ezeket pártok kezeljék, és így mérjünk egy úgynevezett társadalmi beágyazottságot, miközben utána titkos választáson döntjük el, hogy kit tartunk arra méltónak, hogy bebizonyítsa, hogy van-e neki társadalmi beágyazottsága, vagy sem. Tehát miért az előszűrés, ami ezerszer szigorúbb? Igazából, ha rajtam múlna, akkor semmilyen szűrőt nem tennék bele, döntsék el a kedves választók, és hogyha 1000 jelölt van, akkor 1000 jelölt van, döntsék el, hogy ki közülük a legalkalmasabb. És itt jön be valóban a képbe az, hogyha nagyon-nagyon sok a jelölt, akkor a szavazólap az kezelhetetlenné válik, akkor mert tényleg ilyen lepedők lennének a szavazófülkében, azok már kezelhetetlenné válnának. Ez az egy oka van annak, hogy valamilyen előszűrési folyamatot be kell tenni a rendszerbe. Az, hogy társadalmi beágyazottság, meg ezek mind-mind állindokok. Tehát szakmailag egyetlen egy olyan ér van, ami miatt tényleg valami minimális előszűrési folyamatra szükség van, az a szavazólapnak a mérete. És erre tökéletesen alkalmas lenne a kaució, hogy a komolytalan jelölteket távol tartsa, ami nehéz benne, hogy meghatározni, hogy mekkora legyen ez az összeg. Hogyha túl alacsony, csak egy ilyen 10-20 ezer forintról beszélünk, akkor valóban még nagyon sok komolytalan jelölt megjelenne a piacon. Hogyha nem tudom, 1 millió forintba kerülne egy önálló jelöltnek elindulni, az viszont valóban távol tarthatna a komoly jelölteket is. Azt szokták mondani, hogy körülbelül egy fél havi átlagbér az, ami a kaució jó mértéke lehet. Az biztos, hogy ezt mindenki letétbe tudja helyezni, és a félreértések elkerülése véget ezt nem befizetni kell, csak letétbe helyezni, és akár már 1%-os teljesítmény fölött az illető visszakapná. Tehát azok az álnaív indokok, hogy pénzbe kerül az, hogy valaki jelölté váljon, és anyagi helyzet függő, ez egy nagyon hamis érv, hiszen aki picit is komolyan veszi magát, és tényleg komolyan gondolja azt, hogy neki itt esélye van választókat megszólítani, annak a jelöltállítás 0 forintba kerül. Míg ma, nem tudom, hogy mennyire tudják a jelenlévők, hogy hány ajánló szelvény kell ahhoz, hogy mind a 176 körzetben legyen jelöltje egy pártnak, a 132 ezer érvényes ajánlást jelent. Ez azt jelenti, hogy legalább 140-150 ezeret össze kell gyűjteni országszerte. Most egy kauciós rendszer mellett ez 0 forintba kerülhet minden politikai erőnek. Ma sok 10 millióba. Ez ténykérdés. Tehát nem a kaucióval kerül pénzbe a dolog, hanem azzal szüntetnénk meg a fekete pénzeket, és egészen minimális fehér pénzek kerülnének be a rendszerbe. De természetesen nincsen illúziónk azzal kapcsolatban, hogy ezt megvalósítanák. Vannak valóban még alternatív módszerek, de az ajánláshoz kötött jelöltállítás az mind-mind olyan, hogy adatvédelmi aggályokat vet föl. Esetleg még azt lehetne, ami ugye ez a regisztrációs ötlet, hogy a pártokat kizárni ebből az ajánlási folyamatból, és akkor be kell menni az állampolgárnak, regisztrálja magát, és akkor ott helyben megteheti a maga ajánlását is. Na hát ott viszont nemhogy névvel, címmel, személyi számmal, hanem arccal is vállalni kell azt, hogy ki az én jelöltem, és hát elég rossz reflexeink vannak ebben az országban, én ettől azért megkímélném a választópolgárok 10 millióit. Gergő, a morális kaucióval kapcsolatos javaslatotokkal szemben elhangzott néhány kritika, például az, hogy minden őrült indulhatna, és hát kezelhetetlenné válnának például a szavazólapok. Azért Robi elmondta, hogy a javaslatunk az elég szigorú kritériumokat állít, tehát azért nem gondolom azt, hogy nagyon sokan hozzájárulnának ahhoz, hogy mondjuk a vagyonbevallásukat közé tegyék, az ingatlan nyilvántartásban a rájuk vonatkozó adatokat közé tegyék, hogy a cég nyilvántartásban a rájuk vonatkozó adatokat és a 3x3-as dokumentumon rájuk vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozzák. Szerintem a mai jelenlegi képviselők 50%-a el sem indult volna a választáson, és lehet, hogy egyébként vannak közöttük kiváló emberek, de összességében azt gondolom, hogy az átláthatóság az nagyon sok problémát megold. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a javaslat nem eredményezni azt, hogy nagyon sok jelölt induljon, viszont elérnénk azt, hogy azok, akik elérnek, azoknak az életük már akkor is nyitott könyv, amikor indulnak a választáson, és nem csak akkor, amikor meglettek választva. De egyébként, és nekem is voltak módosító indítványaim az ajánlási rendszer kapcsolatosan, tehát én nem vagyok beoltva azzal, hogy elfogadjam más álláspontját. Tehát az ajánlásoknál például
valóban vannak olyan technikák, amik kevésbé szolgáltatják ki az emberek adatait, kevésbé terhelik meg az állampolgárokat. Tehát én voltam ajánló cédulagyűjtő, tehát én tudom, mi az, amikor mondjuk becsengetek egy lakásba, rám csapják az ajtót, majd a lépcsőházban találkozom a férjel, aki éppen jön haza, és mondja, hogy persze ők nagy elempések, menjünk föl. Fölmegyünk a lakás, kiderül, hogy a felesége 5 percet dobott ki minket, és akkor a feleség teljes kétségbeesve kér elnézést, hogy azt hitt, hogy valami ügynökök vagyunk. Majd, amikor kiderült, hogy a feleség ki is dobta az ajánló cédulánkat, és akkor kisebb családi vihar keveredik ebből, és akkor utána megbeszéljük azt, hogy hogyan kell a jegyzőkötől kérni másik ajánlást, és egy óra múlva egy ilyen iszonyatosan hosszú e-mailt kapok az asszonytól, hogy elnézést, de ő annyira utálja ezt az ajánló cédularendszert, és annyira szeret minket, és ő annyira sajnálja, hogy kidobta, de hogy most akkor tényleg, és még elhozzák az anyósájét is, és nem tudom micsoda. Tehát én ilyen, tehát az emberek utálják azt, hogy az emberek becsengetnek hozzájuk. Nyilván valaki nem, mert valaki, akikhez, mit tudom, még 2 naponta csönget be valaki, azok lehet, hogy örülnek, de mondjuk egy olyan közegben, ahol az emberek általában élnek, ahol rossz a közbiztonság, és egyébként az emberek késő este a gyerekükkel akarnak foglalkozni, nem az LMP-s vagy akármilyen aktivistákkal. Tehát van 100 és 100 000 ennél jobb megoldás, mint ami most van. Az, hogy ez így van tartva, szerintem az szorul magyarázatra. Általában végül persze igaz, hogyha nem nyúlunk az intézményhez, az a legegyszerűbb megoldás. Az egy ilyen konzervatív reform, amit a Feri mondta. De egy olyan rendszerhez, amit egyébként a Fideszen kívül minden párt és minden létező szakértő, aki ebben a dologban írásban megnyilvánult, nem tudom, Feri, arra nem emlékszem, hogy te írtál, aki erről írt, mindenki azt mondta, hogy ez minden jogállamisági érvet sért ez a rendszer. Ez szerintem ezt megőrizni, ez nyilván egy politikai számításból van, egy politikai státuszkónak a megőrzése miatt van, és nem hiszem el, hogy ezen a rendszeren nem lehet javítani. Még akkor is, hogyha elfogadom, hogy nem nekem van 2/3, marad az ajánló cédula rendszer, de hogy ezen nem lehetne javítani, egy sokkal kevésbé visszaélésekre alkalmatadó rendszer kialakítani, ez politikai szándék kérdése. Egyetlen szerintem az egész beszélgetésünkön áthúzódó módszertani gondolatom vagy javaslatom van, hogy úgy beszélgettünk eddig szerintem a választási rendszer átalakításáról, mint biztos azok is vagyunk, tehát mindegy ilyen értelmiségi vita, ahol azt szeretnénk, hogy az fog győzni, akinek a maga szakmailag jól megalapozott álláspontja az erősebb. Csak az a rettenetesen szörnyű hírem van, hogy ez egy politikai döntési folyamat, ami most történik. A politikának vannak bizonyos tulajdonságai. Például az, hogy érdeke van, és az érdekei által meghatározottak a döntései, ez az egyik. A másik tulajdonsága pedig az, hogy a politika számára gyakran a percepció, tehát hogy mit lehet látni belőle, hogyan lehet érzékelni, mondjuk felszínesen rátekintve egy-egy döntésre vagy intézményre, az fontosabb, mint maga a szakmai beltartalma, ami viszont csak a kevesek kiváltsága, hogy belelátnak és megértik. És ilyen értelemben hiába tudnak nagyon meggyőző érveink lenni, amellett, hogy mondjuk egy pénzes kaució az miért igazságosabb és helyén valóbb. De hogyha a dolog percepciója mégiscsak az, könnyebb fölépíteni egy olyan mesét rá, ami szerint az a gazdag embereket helyezi pozícióba a szegény jelöltek eszembe, akkor az nem lesz egy jó politikai döntés. És a politika azért az eléggé másképp hozza meg a maga döntéseit. Egyrészt ott vannak az érdekei, tehát valószínűleg minden egyes körbe el fog hangzani az, hogy hogyan érdekelt a kormányzó pártszövetség abba, hogy 2 alternatív megoldás közül egyiket vagy másikat válassza. Én azt mondom, hogy ez a politika természete. Nyilván az is a politika természete, hogy igyekszik valamiféle megállapodást hozni, csak vagy konszenzusra törekedni. Ez is része a játéknak, és ennek is érvényesülnie kell. De az a tesztje ennek az egész folyamatnak, hogyha azt a kérdést feltesszük magunknak, hogy oké, ha nem így, ha nem a politika, ha nem a hatalom által nyilvánvalóan motivált politika hoz döntést, akkor ki hozzon döntést a választási rendszerről? Egy bölcsek tanácsát nevezzük ki, amiben a Robi is beül, meg minden intézettől beülhetne valaki. Összeülünk a PC-vel, vagy PC-vel, bocsánat, nem szoktak PC-zni titeket, ugye? Próbáltam PC lenni. És összeülünk, és akkor azt mondjuk, hogy hozunk egy szakmai konszenzus, de milyen legitimátsága lenne ennek a megoldásnak? És miért kéne ezt elfogadnia bárkinek? Na, azban vicces helyzet vagyunk, hogy ez egy olyan beszélgetés, ahol elvileg én vagyok a politikus, és nekem kéne politikai fázisokat mondani, és a Feri hívta fel a figyelmet arra, hogy nyilván politikai intézmények barkácsolásakor, nyilván akinek a barkács engedélye megvan, az barkácsol. Ezt én értem, csak hogy ezt nagy így beleszarom. Tehát amikor arról van szó, hogy van egy rendszer, meg van egy másik, és az egyik rossz, a másik jó, és nem az LMP szempontjából, hanem alapvető demokratikus meg állami elvenek szempontjából, akkor toljok rá annak, hogy ez kinek az érdeke. Tényleg.
Például az ajánlott cédula rendszer levitele az LMP-nek nem érdeke, mert az LMP ezt pont össze tudja szedni, ez pont a 4K-nak jó, ami elviszi a mi szavazóinkat. Az, hogy mi leszállítsuk a parlamenti küszöbet 3%-ra, az nem nekünk jó, a mi riválisainknak jó, mégis az van a koncepciónkban. Azt akarom csak mondani, hogy a választási rendszer egy nagyon finom műszere a parlamentáris demokráciáknak. Egy olyan műszer, amihez valóban nagyon óvatosan kell hozzányúlni, és vannak országok, ahol szépen óvatosan a választási rendszerüket folyamatosan módosítják. Mondjuk a német választási rendszerben az elmúlt 40 évben, nem tudom, volt 15 módosítás. Olyan apróságok, hogy akkor az egyik matematikai formulát egy másik, hogy a küszöbet így rakták, hogy a nem tudom, mandátum kioszt, szépen csiszolgattak rajta. A másik módszer pedig az, ami radikális változásokat hoz, akkor viszont az van, hogy ezeknek kétfajta motiváció. Az egyik az, amit a Feri elmondott, az, hogy nem a szakmai, hanem erős politikai szempontok játszanak. Ilyen volt Olaszországban, ahol csináltak egy elképesztően rossz vegyes rendszert, valamit akartak az állandó kormányválságok miatt, aztán Berlusconi azt gondolta, hogy neki jobb lenne egy arányos, a választás előtt fél évben megváltoztatta, jól megbukott aztán, és akkor utána visszacsinálták. Tehát ez a másik típusú, ideál típus. És van egy olyan, amikor arra van szó, hogy van egy alkotmányos válság, mint mondjuk Új-Zélandnak a példája, ahol volt egy ilyen Westminsteri modell, relatív többségi választási rendszerrel, és rájöttek arra, hogy nem működik. Rájöttek arra, hogy rendszeresen olyan párt nyeri választást, akire kevesebben szavaztak, mint a másikra. Hogy mi lesz a maori kisebbséggel. És akkor csináltak egy alkotmányos reformot, szépen kitalálták, és csináltak róla egy népszavazást. Azért azt meg kell nézni, hogy eddig a választási rendszerre kapcsolatos tárgykör nem volt tiltott tárgykör az alkotmány. Tehát lehetett volna róla népszavazást kérni. Most tiltott tárgykör lett. Nyilván azért, mert ennek a választási reformnak nincsen társadalmi legitimitása, nem csak azért nincsen, mert a Fidesz tulajdonképpen még a ciklus elején sem ilyen választási reformra beszélt, mert amit a májusban benyújtottak, az arra én magam mondtam, még most is ezt mondtam, és akkor is ezt mondtam, hogy az egy kiindulási alap, az lett volna az igazi konzervatív reform, mert az tulajdonképpen egy pici módosítással a jelenlegi rendszert vitte volna tovább. És egyszerűen nincsen alkotmányos lehetőség arra, hogy ebben a kérdésben a kétharmados parlamenti többségnél szélesebb körű konszenzussal rokuljon ki. Szerintem lehet új választási reformot csinálni, ami nem hatalomvezérelt. Vannak erre nemzetközi példák, sokkal több példa van, mint gondolnánk. Arra is van példa persze, hogy mindenki a maga hatalmi köreit próbálta lefutni a választási reform kapcsán, csak hogy ezek a reformok általában megbuktak. De például a körzethatárokat máshol ki szabja meg, vagy ki szabta meg? Milyen módszerek vannak erre? Hát például Nagy-Britániában, de majd a Robi kiegészít, 1944 óta egy független bizottság írja a rajzolja a választókerületi határokat, egyébként mindig nagyon rosszak, csak ugye ott 300 éve vannak a körzetek, ezért a történelmi hagyomány az ugye viszonylag nehezen rajzolódik újra. Abban a Velencei Bizottsági ajánlásban, amire állandóan hivatkozik a Fidesz, hogy ők ezt már pedig betartották, az is benne van kerekperec, hogy a választókerületi határokat nem a parlament dolga megrajzolja, hanem olyan független testületek, amelyek nem politikai, hanem szakmai szempontokat vesznek figyelembe. Tehát például, amikor benne van a törvényben, hogy összefüggő terület legyen, ez a kedvencem, akkor például olyan nincs, hogy a Duna benne van. Tehát Európa legnagyobb folyója átmegy a körzeten. Az, vagy mi van akkor, amikor mondjuk Heves megye, nem tudom, hanyas körzet, tök jó, tök kompakt, csak a Mátra elválasztja a településeket. Tehát van között egy marha nagy hegy. Tehát ez nem úgy, tehát nyilván itt lehetett volna szempontokat megnézni, hogy mely településeknek vannak egymással történeti hagyományaik. Hát most végtelen példát lehetne erre mondani, hogy ez mennyire nem érvényesül. Vagy az, hogy ezek a települések mondjuk úgy, vagy ezek a közvetek nagyjából azért egyforma nagyok legyenek. Hát tényleg a megye határok bekorlátozzák itt a kreativitást, de még így is marha nagy különbségek vannak, indoklatlan különbségek. És azért azt meg kell nézni, hogy azok a körzetek, amik masszívan baloldaliak voltak, ott 85 ezeren laknak, amik masszívan jobboldaliak, ott meg 70 ezeren. Ez nem gondolhatja senki, hogy ez véletlen. És ez megint egy olyan típusú hatalmi praktika, ami a magyar választók kedvét megint elveszi attól, hogy bízzanak a politikai intézményekben, megint elveszi a kedvüket attól, hogy szavazzanak, és az egész demokratikus intézményrendszer mögötti legitimitást még tovább csökkenti ez a dolog, és ennek akkor lesz igazából ebből éles helyzet, ha ezen fog múlni a választás. Egy gyakori kérdés, amit főleg ilyen 5 perces tévéműsorokban, hogy hát magának valami gondja van ezzel a választási rendszer, akkor mondja már, hogy milyen lenne a jó. És hát ez az a kérdés, mert ugye nincsen válasz, és itt kapcsolódnék ahhoz, amit Feri vetett fel. Teljesen egyetértek, a választási rendszer az nem egy ilyen semleges technikai dolog.
Persze tudunk milyen szavakkal dobálózni, hogy Hagenbach bishop kvóta, és akkor mindenki hazament, de nyilvánvalóan nem erről szól a történet, hanem arról, hogy milyen politikai érdekek húzódnak meg mögötte, és ezt hogyan tudják érvényesíteni a választási rendszeren keresztül. És amikor azt kérdezik, hogy maga szerint, ha nem tudom, a többségrendszer jobb vagy az arányos, akkor arra szakértőként az ember nem válaszolhat, mert nincs olyan, hogy jobb. Az a kérdés, hogy kinek jobb, és kinek mikor jobb. Mert az egyik pártnak jó volt 20 éve, az nem biztos, hogy jó ma is, és ez ennél még sokkal gyorsabban is megváltozhat. Tehát az, hogy milyen választási rendszere van egy országnak, az mindig politikai érdekek mentén dől el, természetesen. De vannak benne olyan teljesen alapvető demokratikus kritériumok, amelyek, ha nem teljesülnek, akkor kutya kötelességünk fölhívni rá a figyelmet. Hogyha most bevezettek volna egy olyan rendszert, amiben nem tudom, 150 egyéni körzet van, és csak 50 listás, én arra nem mondhatnám, hogy rossz. Függetlenül attól, hogy én szerintem magánemberként picit az arányos rendszereket jobbnak gondolom, mint a többségieket, de ez egyáltalán nem érdekes. De az, hogy a választókerületi térképet hogyan kellene megrajzolni, hogy az ajánlási rendszer az milyen demokratikus aggályokat vet fel, azt igenis el kell, hogy mondjuk. És ami pedig a cetli vadászatot illeti, hát egy kifejezetten politikai érvet mondtam a dologgal kapcsolatban, hogy nem azért marad meg az ajánló szelvérendszer, mert könnyű megtartani, mert már kicsit számoltam ezzel. Jelen pillanatban átlagosan minden 61. választónak az ajánló szelvénye szükséges ahhoz, hogy valaki el tudjon indulni egy körzetben. Persze óriási eltérések voltak, mert ugye Veszprém 6-osban csak 27 ezeren vannak, Szeged-Szentmiklósban 74 ezeren, tehát itt óriási eltérések vannak, de az átlag az 45 ezer volt a 176 körzet mellett, és ebben a rendszerben minden 61. választó ajánló szelvénye kellett átlagosan. Hogyha 1500-ra növekszik, úgyhogy 106 körzetünk van, akkor már nem minden 61., hanem minden 50. választótól kellene elszedni a cetlit, és ez egy elég jelentős nehezítés. Nem duplája, nem is kétharmaddal több, de jelentős nehezítés. Viszont hogyha csak 1000 szelvényt kell összegyűjteni a 106 körzetben, akkor minden 75. választótól elég megszerezni az ajánlószelvényt. Ez valamelyest a könnyítés felé mutat. Ezért mondom, hogy az ajánlószelvényeknek a fekete piaci értéke valószínűleg csökkenni fog egy kicsit, de ez még nem változtat azon a tényen, hogy ez adatbázis építésre szolgál, ez a eléggé korrupt ajánlószelvényrendszer. Természetesen vannak még témakörök, amiket itt érdemes lenne átbeszélni, de én azt javaslom, hogyha önöknek lenne kérdésük a témával kapcsolatban, akkor most tegyék meg, annál is inkább, mert most már szerintem bő 3/4 órája, vagy majdnem 1 órája beszélgetünk mi. Van egy mobil mikrofonunk. Szóval a kérdés. Itt nálam van a mikrofon, viszem. Köszönöm szépen, Olák Isza vagyok. Inkább egy megjegyzésem lenne itt az ajánlási rendszerrel kapcsolatban. Nekem ezzel a legfőbb problémám az, hogy egy ajánló szelvénye van egy embernek, tehát gyakorlatilag már a párt preferenciáját kérdezik meg a választások előtt. Hogyha egyszerűen alá kellene írni egy ívet, és több pártét is aláírhatom, hiszen ez még nem a választás, itt csak arról nyilatkozom, hogy ezt a pártot, vagy illetve ezt az egyéni jelöltet én szívesen látnám majdan a szavazólapon, akkor szerintem az ilyen adatvédelmi aggályok már legalábbis az a szempont, hogy az ember szívesen aláírja és szívesen adja a nevét, az, hogy ezt tárolják, és majd még később megkeresik esetleg, azt persze nem küszöböli ki. Ez szerintem egy megoldás lehetne. A politikai válasz az, hogy a döntéshozó politikai erőknek ez nem áll érdekében, hiszen ők azt akarják, hogy egyértelmű pártpreferenciát lehessen az Excel tábla megfelelő oszlopában az ön neve mellé rakni. Amúgy ez egy jó ötlet szerintem. Annyira jó ötlet, hogy nekem volt is egy ilyen módosító indítványom a vitában. Hát nem mondom meg, hogy mi lett a vége, azt ki lehet találni. Akkor nem így tudok képviselőjelöltséget. További kérdés, igen. Kovács András, mno.hu. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik, hogy önök szerint a Fidesz miért alkotott egy olyan választási rendszert, amely szerint 98-ban veszített volna, valamint itt többen beszéltek az előzetes regisztrációról. Akkor ezek szerint az Egyesült Államokban nincsen demokrácia? Azért vagyok bajban ezzel az előzetes regisztrációval, mert az még egy hipotetikus játék. Tehát valóban az egy külön törvényben
lesz szabályozva, aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz, mert kétségtelenül ez egy elég. Hát ezen a ponton nem lenne konzervatív akkor a választási rendszer megváltoztatása. Én úgy tudom egyébként, hogy Európában nem teljesen idegen az, hogy valamilyen előzetes regisztráció legyen, de nem végeztem be valami őszintén alapos kutatást erről. Úgy tudom, hogy van Európában ehhez hasonló intézmény, tehát nem csak az Egyesült Államokban jól ismert okai vannak, a személyi adat nyilvántartásnak egy egészen más rendszere van, tehát ott nem is nagyon lehetne választ, mert hogy nincs, igen. Nem nagyon lehetne másképp választást csinálni, mint sem előzetes regisztráció nélkül. Egy dolgot tudok az előzetes regisztráció mellé odalátni, mint egy elfogadható érvet, az pedig azoknak a visszaélési lehetőségnek a kizárása, amik abból adódtak, hogy akik nem a lakhelyüknél szavaztak, azoknak ugye át kellett jelentkezni. Most nem akarom végigmondani az egész mesét, de ez kinyitott egy csalási kiskaput, és az előzetes regisztrációval ez kizárható, de persze nyilván lennének egyszerűbb útja is annak, hogy ez a csalási lehetőség kizárható legyen, de például erre mondjuk jó lehet. Azért nem akarok nagyon-nagyon mélyen belemenni, mert lehet, hogy az egész az végül is nem lesz igaz, mert ez még csak embrionális állapotában létezik ez a javaslat, tudtom. Valóban, hát az Egyesült Államokban egyszer nincsen népesség nyilvántartás, tehát nem tudnak névjegyzéket készíteni, és mondjuk a névjegyzék készítés kapcsán itt is valószínűleg a határon túli magyar állampolgárokról szintén nem lesz névjegyzék, és bár egyébként ez nagyon súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet föl, hogy hogyan lehet mondjuk Romániában levezényelni a szavazást, tehát ez egy nagyon nehéz történet. Én egyébként alapvetően nem vagyok teljes mértékben, tehát én látom a problémáit a határon túli magyar választójogának, nekünk volt egy alternatív kontrolló parlamenti képviselőkre szavazanak ezek az állampolgárok, hanem egy ilyen konzultatív testületre, aminek lett volna vétójoga a határon túli magyarokat érintő kérdésekben. Tehát, de ez egy részletkérdés, ebben az esetben is kellett volna, a mi javaslatunk szerint is kellett volna valamilyen névjegyzék. Tehát névjegyzéket akkor csinál az ember, vagy előzetes segítséget, hogyha nagyon muszáj. Ha nem muszáj, akkor a magyar állampolgárok 99%-áról az állam pontosan tudja, hogy hol lakik, hogy van-e választójoga, semmilyen indoka nincsen az előzetes regisztrációnak, csak valamilyen politikai szándék. Most az egyik politikai szándék az lehet, és tényleg az ördög ügyvédjeként, na mindegy, be lehet egyesíteni ki az ördög ebben az összefüggésben, mindegy, tehát az ördög ügyvédjeként el tudom mondani, hogy például vannak olyan láncszavazások, amikor tényleg az van, hogy a gulyás ágyúval, meg a teherautóval visszak az embereket szavazni. Ezt biztos ki lehet zárni az előzetes regisztrációval talán. De hogyha én abban gondolkodnék, hogy így viszem a szavazóimat, akkor ugyanígy elviszem őket regisztrálni is, legfeljebb két gulyás leves kell főznöm hozzá. Tehát ezt nem tudom, hogy ez megoldja-e. Eddig a folyosói beszélgetéseken ezzel érveltek a kormánypárti képviselők, legalábbis nekem. Ugyanakkor azt pontosan lehet látni, hogy mely társadalmi rétegeket ennek a választási hajlandóságát csökkenti, vagy tartja távol a választástól. Ezek alapvetően a nagyon fiatal szavazók, és a hátrányosabb helyzetű, kevésbé iskolázott, rosszabb körülmények között élő szavazók. Most nyilván, hogyha ezek a szavazók mondjuk csak egy mondjuk ezeknek a 10%-a lemorzsolódik az előzetes regisztráció bevezetése miatt, akkor az pontosan lehet tudni, hogy mely pártoknak fog kedvezni, és melyeknek nem. Egy másik kérdése, amit felvetett, hogy a 98-as választás a Fidesz nyerte volna, szerintem nem nyerte volna a Fidesz. Azért nem nyerte volna a Fidesz, mert hogyha egyfordulós választási rendszer lett volna, akkor a Fidesz és a kisgazdák együtt indulnak a választásra, és megverik az MSZP-t. Itt azért nehéz modellezni az eredményeket, mert két dolog változik egyszerűen a választóketi rendszerben. Az egyik az a választóketi besorolás. A másik, amiről eddig nem beszéltünk, bár egyébként politikailag óriási jelentősége van, az az egy vagy a kétforduló kérdése. Most nyilván az egyfordulós rendszer koalícióra kényszeríti a pártokat már a választás előtt. És éppen ezért nem lehet mechanikusan modellezni a különböző választások eredményeit, kvázi visszaszámolva a korábbi választási eredményeket ebben a szisztémában. De ha csak azt nézzük, amit a választókerti besorolás módosít az eredményeken, akkor teljesen egyértelműen lehet látni, hogy 98-ban és 2002-ben is, amikor egyébként az első és a második forduló eredményei jelentős mértékben megváltoztak, 98-ban a kisgazda átszavazások miatt, 2002-ben pedig egyszerűen a kampány
újabb szavazókat vitt el a jobb oldal mellett szavazni. Tehát, hogyha ezt a hatást, a második forduló hatását leszámítjuk, akkor lehet látni, hogy az első forduló eredménye sokkal inkább a Fidesznek kedvező eredmény lett volna ebben az új választókerületi besorolásban, mint a jelenlegiben. Tehát itt igazából nem vagyunk nagyon könnyű helyzetben, hogy modellezzük a választási eredményeket. Ugye azért a 2006-os eredmény a leginkább megbízható adat ilyen szempontból, mert 2006-ban a második forulónak valóban nem volt jelentőség. Hát 98-ban, 2002-ben a második forulóban többen szavaztak, mint az elsőben. 98-ban és 2002-ben a második forduló döntött. De ez semmilyen módon nem befolyásolja azt a hatást, amit a választókeretek hát kreatív rajzolásával mutatkozik meg, és ilyen szempontból azt lehet látni, 2002-ben is brutális mértékben mozgatta volna hát az első fordulós eredményt az új besorolásra a jelenlegihez képest. Akkor választási rendszert csinál valaki, akkor nagyon nehéz belőni azt, hogy ez kinek fog valójában kedvezni. Tehát nem az a gond, hogy a Fidesz egy új választási rendszert csinál, hanem ők nagyon nagy gondban vannak, amikor megpróbálják belőni, hogy 14-ben, esetleg 18-ban milyen támogatottsága lesz a Fidesznek, hogy fog alakulni a pártrendszer, az egyforduló hogyan hat. Tehát rettentő sok tényezős a játék, és nagyon könnyen alakulhat másképp a végeredménye, mint azt az alkotó gondolja. Ugye már sok példa elhangzott arra, hogy megváltoztattak egy választási rendszert, és éppen azokra ütött vissza, akik ezt elkészítették. Ez előfordulhat akár most is. De 98-as pártrendszert azért nehezen képzelek el. Tehát az, hogy a 98-ban bizonyos számítások szerint hogyan alakultak volna ez a rendszer szerint, na az teljesen irreleváns. A Fidesz minden valószínűség szerint azzal számol, hát az pontosan tudja, hogy azt a támogatottságát, ami 2010-ben volt, azt nem tudja fenntartani, hát már a szavazóinak a felét már most arra elveszítette, és még messze vagyunk a választásoktól, de azzal valószínűleg okkal tud számolni, hogy a relatív legnagyobb politikai erő, ő maradjon a piacon. És a választási rendszerrel minden bizonnyal az a fő célja, hogy ezt a relatív többséget, abszolút többségét tudja konvertálni a parlamentbe. Ez a mai hír, nem tudom, hogy kaptál-e közben SMS-t, hogy átment ez a módosító javaslat, tehát hogy 1500-ról 1000-re csökken az ajánló szelvényeknek a száma. Ez valószínűleg gesztusként fogja kommunikálni a Fidesz, de valójában emögött is az a számítás húzódik meg, hogyha valaki relatív többséggel meg tudja nyerni az egyéni választókerületeket, akkor úgy erős többséget tud szerezni a parlamentbe. És hogyan lehet relatív többséggel könnyen nyerni az egyéni választókerületekbe? Hát úgy, hogyha az ellenfelek között minél jobban szétaprózódnak a szavazatok. Tehát könnyű belátni, hogyha van egy... És így most? És így most? Tökéletes. Tehát könnyű belátni, hogyha csak három név szerepel a szavazólapon, most az egyéni jelöltekről beszélek, egy fideszes, egy jobbikos, meg egy mondjuk nagy baloldali összefogásos, amit ma még ugye nehéz elképzelni, de mondjuk, ha csak ez a három jelölt van, úgy a Fidesz jelöltje sokkal könnyebben veszít, mint úgy, hogyha van egy jobbikos, egy MSZP-s, egy demokratikus koalíciós, egy LMP-s, egy 4K-s, és még ki tudja kicsoda. Hogyha 6-an, 8-an is rajta vannak a szavazólapon, akkor akár már 25-30%-kal is könnyen meg lehet nyerni az egyéni körzetet. Hogyha csak hárman vannak, akkor legalább 34% kell hozzá, de inkább több, függ attól, hogy ugye hogyan szóródik az ellenfelek között a szavazat.